Sziasztok! Következzék akkor most a zsiráfnak a lába. Teljesen hasonló lesz, mint a kéz. Azzal a különbséggel, hogy nem 21 szemig szaporítunk majd az elején, hanem 28, tehát a mérete az nagyobb lesz. Talán így látjátok. Jó, egy kicsivel nagyobb. Azért mutatom az elejét megint. Azt mondja, hogy itt most nem 6, hanem 7 rövid pálcával kezdünk. Az azért jobb a 7, nem jobb, csak más. 1, 2, 2, 3, 4, mert kevésbé fog gömbölyödni. Tehát 1, 2, most beszéltem, és én is eltévesztettem a számolást, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, behúzzuk a varázskör alját, varázskört, jó, megvan a 7 láncem, vagy a 7 rövid pálca, néha tévesztek szavakat, azt elnézést kérek, jó, egyébként, néha fölcserélem a szavakat. Kicsi figyelem, zavaros vagyok, ez azért van egyébként. Tehát most nézzük meg akkor, hogy hol van a 7, mert most megint az van, hogy itt van elől egy ilyen pici kis valami, és az ember oda akarna ölteni, de oda szerintem nem kell. De ezt onnan tudjuk meg, hogy megszámoljuk, hogy hány ilyen láncszem van, jó? Tehát azt mondja, hogy az elsőt, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jól sejtettem, hogy hiába van ez itt kitágulva, abban a kis picibe nem kell ölteni, most erről beszélek, jó? Tehát, ha nem tudjátok, akkor inkább számoljátok meg, hogy hány ilyen kis karika van, ugye az a szemek száma, és az alá öltve, ezt már elmondtam egy pár szó, de ismétlés a tudás anyja, nem baj, tehát akkor azt mondja, hogy 1, ugyanabban a szembe öltve, ugye ez egy szaporítás. Na nézzük csak meg. Jó, tehát egy szaporítás, kettő szaporítás, három szaporítás, négy szaporítás, öt szaporítás, hat szaporítás, hét szaporítás. Jó. Utána következik egy rövid pálca szaporít hétszer. Tehát egy rövid pálca szaporít, egy rövid pálca szaporít, egy rövid pálca szaporít, nem jött a fonal. Egy rövid pálca szaporít, egy rövid pálca szaporít, egy rövid pálca szaporít, egy rövid pálca szaporít. Jó, számoljátok meg, ellenőrizzétek le, hogy 21 szem van-e. Ezt a laza kört most már be lehet húzni. Jó, erősen húzzuk meg. Jó, kicsit összébb jött. Most ebbe 7 van, azért nem akar olyan nagyon összejönni. Jó, akkor most következik a kettő rövid pálca szaporít. 1,
kettő. Szaporít. Egy, kettő. Szaporít. Jó, nem, még nem csináltam meg a szaporítás második felét, jó? Egy, kettő, szaporít, egy, kettő, szaporít, egy, kettő, szaporít, egy, kettő, szaporít, egy, kettő, szaporít. Jó, elérkeztünk a sor végére, számoljátok meg, hogy 28 szem van-e, és akkor most következik a hátulról előre öltés. Jó, tehát hátulról előre jövök, majd vissza a következő láncem alatt. Tüzetesebben és lassabban a kezek videónál, ezt láthatjátok már. Jó, tehát most nem fogom nagyon lassan csinálni. 3, 4, 5. 7, 8. Ha valamelyik részt nem látjátok jól, 9, akkor tudjátok, hogy a telefonon nézitek, akkor van-e 3 pötty a jobb felső sarokba. Arra, ha rámentet, akkor tudjátok a sebességet lassítani. Ha többi régebbi videóimat nézitek, ott a felirat nem volt beleégetve, mint a leírása a videókba, mint ennél a videónál. És hogyha nem jelenik meg neked, akkor menj rá, vagy a magyar, vagy az angol nyelvű feliratoknál. Mindegyik ilyen végighorgolós videón a minta az alá van írva, csak lehet, hogy be kell kapcsolnod, jó? Tehát, hogyha mondjuk a macit, vagy nem tudom, valamelyik másik figurát akarod meghorgolni, mert mondjuk ez a zsiráf volt neked az első, itt mondom rajta van, rá lesz égetve a felirat, úgy készítettem már el, de a régebbieknél be kell kapcsolni, CC van a jobb felső sarokban, hogyha telefonról nézed, ha laptopról nézed, akkor alul van egy CC gomb, és akkor ott van, amikor angol feliratnál találod, van, amikor a magyarnál tudnélik. Régebbi videókat is a legtöbbet úgy csináltam, hogy maga a felirat az angol, hiszen úgy is mondom, hogy mit kell csinálni, és akkor így külföldről is tudják nézni a videókat. És esetleg, ha te is nézed, akkor rájössz, hogy nem olyan komplikált egyébként az angol leírás sem. Tehát ezt így tudod szokni, hogy milyen egy angol nyelvű minta. Ezért is van angolul feliratozva, még akkor is, hogyha magyar videó és magyarul mondom. Én is rengeteg külföldi videóból horgoltam már, és ugyebár az hasznos, ha alá van írva, még ha csak angolul is. Jó. Most értünk körbe, igen. Jó. És akkor most következik színváltás, ugye a drapfonallal. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor ezt visszahúzom, hogy az utolsó két szálba váltjuk a színt. Jön a drap, vagy mész sárga, attól függ, milyen fonallal dolgozol. Tehát színváltást ugye mutatom. Ezt ide fogom, ezt is ide fogom, hogy nagyon ne nyúljon ki ez a
két öltés, de ki szokott nyúlni ettől függetlenül, és meghúzom ilyenkor, és egy kúszó szemmel kezdünk. Jó, megint nem húztam át a fonalat, de nem baj, mert a következő sornál áthúzom. Most itt a színváltásnál úgy is látszik, hogy hol van a sor vége. Azt mondja, hogy 7 rövid pálca fogyasztás, tehát 1-2 volt eddig, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rövid pálca fogyasztás. Megint jön 7 rövid pálca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rövid pálca fogyasztás. Megint jön 7 rövid pálca fogyasztás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rövid pálca fogyasztás, és egy rövid pálca jön még a végére. Így jön ki a szemszám. Jó? És ezek után áthúzzuk a jelölőt, amit az előző sorban nem húztam át, mert ott a színváltás miatt egy kicsit nekem most útba lett volna. Na. Jó. Oké, és akkor most következik 25 rövid pálca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jó, meg vagyunk a hetedik sorra, következik a nyolcadik sor, fogyasztás és 23 rövid pálca, tehát jó, tehát fogyasztás, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő, tizenhárom, tizennégy, tizenöt, tizenhat, tizenhét, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jó. Következik a kilencedik sor. Ezt ide már szépen bepakolhatjuk, hogy ne zavarjon minket. Tehát jön a 24 rövid pálca, és aztán jön majd a színváltás megint. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, jó, áthajtjuk, illetve most fog következni, ugye az átváltunk a sárga színre, főszínre, jó, tehát meghagyjuk azt a két szálat, megvárjuk, és következhet a sárga színnel. Áthúzzuk a fonalat, ezt áthajtjuk, jó? És ha ez ilyen nehéz neked, akkor ne hajtsd ott át most a fonalat, nem történik semmi se, jó? Mert egy következő sorba áthajtod. Ó, elnézést, jó? Mert hogy megint kimentem. Egy, első szemhez még oda szoktam fogni a fonalat, utána már nem. És akkor következik 10 rövid pálca fogyasztás kétszer, tehát ez volt az 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja, 10 után fogyasztunk, 10, fogyasztás. Majdnem én is figyelmetlen voltam. 1, 2, 3. És most itt vagyunk, jön a végre, aki a fogyasztás. Jó, és akkor utána következik. A 22 rövid pálca, két sor. Úgy. Három, visszajövök, hogyha meghorgoltam ezt a két sort, jó? Jó, visszajöttem, akkor most a 12. sor végén vagyok. Most következik a 13. sor 9 rövid pálca fogyasztás kétszer. Tehát azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fogyasztás. Még a szerzői jogokhoz hozzátartozik, még most így az elején nyilván nem fogtok tudni mintát tervezni, vagy mintáról képről horgolni. Még ez szokott lenni, ez a képről horgolás, hogy szerzői jog alá tartozik-e vagy sem. Ha mondjuk te már elég ügyes vagy, és látsz egy cuki mintát, és tényleg le tudod horgolni képről, az azt jelenti, hogy önállóan is létre tudod már hozni, mert már vagy annyira gyakorlat, hogy ránézel, és tudod, hogy mikor mit kell horgolni, ahhoz, hogy az a kívánt forma legyen. Ez sokszor előfordul már a tapasztalt horgolókkal. Most következik a 14-15. Sor, ahol 20 rövid pálcával megyünk sorba. Tehát nem, várjunk egy picit, ez volt a 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15. sor, jól mondtam, jó? És akkor meghorgolod képről,
és leírod magadnak a mintát. Sajnos találkoztunk már ilyennel, hogy valaki ezt megosztja. Tehát, hogy ez is sajnos a szerzői jog kategóriájába tartozik. Tehát attól, hogy te le tudtál másolni valamit, mert ez egy másolás, ez olyan, mint amikor a festő tanul vagy gyakorol, és mondjuk egy Picasso-t vagy egy Rembrandt-ot megfest a másik kép alapján, és attól, hogy valamit lehagy róla egy fával, kevesebb vagy több van egyébként, de attól még az látszik, hogy az egy Rembrandt vagy egy Picasso utánza, tehát hogy a legtöbb jegye az hasonlít az eredetire, akkor azt mondjuk, hogy az nem a te mintád. Tehát, hogy akkor lesz a te mintád valami, hogyha felismerhetően eltér a másikétól. Tehát, hogy egy egyedi alkotást hozol létre. Na most horgolásban, hát most nyilván persze vannak gömbök, meg hosszúkásak, meg stb. Tehát sok minta, most mondok arról például egy polipot, ha valaki meghorgol, hát persze lehet sokféleképpen, de azért valamennyire egy picit hasonlítani fognak egymásra, és lehet, hogy találsz olyat, hogy jó, azt mondod, igen, ez tényleg hasonlít ez a minta. Sokszor ez lehet a véletlen műve is egyébként, mert azért ezekben az egyszerűsített mintákban vagy karakterekben nyilván azért újat létrehozni nem olyan egyszerű, de ha már úgy ránézésre is azt mondjuk, hogy ez másképp néz ki, ez elkülöníthető, akkor az már egy saját alkotás, jó? Tehát azért, mert ha valaki egy képről le tud valamit horgolni, azt a mintát nem oszthatja meg tulajdonképpen. Ezt akartam még így a szerzői joggal kapcsolatban tisztázni, amivel sokan nincsenek tisztában, és jobb az, hogyha már így az elején tudjátok. Na, már közben beszélek, és megint nem tudom, hol tartok, tehát 10, 11, 12, 13, 14, 15, tehát most jön akkor a 16. sorban 8 rövid pálca fogyaszt kétszer. 1, 2, 3. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 fogyaszt. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fogyasztás. Jó, akkor most következik 17, 18, 19. sor, tehát 3 sor, 18 rövid pálcával. 1, 2, 3, jövök vissza, hogyha meghorgoltam. Jó, visszaérkeztem, most a 19. sor végén vagyok, és akkor most kitömjük a lábakat, jó? Ugyanúgy, ahogy az előbb a karokat. Kicsit most ezt összép húzom akkor. Jobban látható legyen. Ne felejtsük el a fonalakat ide fogni, hogy ne tudjon belemenni. Jó, amikor megvan az alja, akkor ezt így betömöríthetjük az ollóval, hogy lapos maradjon. Ebben még fogok tömni, jó? Tehát így még egy kicsit teszünk. Körülbelül a 10-15-ig, 15. sorig. Ugye a 10. sorban volt a sárga színválasztás, váltás 10-11-12-13-14-15, tehát körülbelül eddig érjen, jó? A tömés. A második réteget már nem kell olyan keményre tömni, mint az alját, hogy álljon, az csak elég így az ujjunkkal beigazítani. És akkor most következik a 20. sor, egy fogyasztás és 16 rövid pálca. Egy fogyasztás. És most nézzétek meg egy kicsit, mintha ferdébb lenne ez a
nem tudom, mitől ferdébb most. Ezért írom azt a mintába, vagy azért mondom is, hogy egyébként, amikor a végére értek, és össze kell horgolni, akkor meg kell nézni, hogy hova esik a befejezés, és ha szükséges, akkor még kell horgolni egy pár szemet. Most kár, hogy sajnálom, hogy kiszedtem már most a jelölőt a kezéből. Most nem tudjuk összehasonlítani, hogy mennyire ferde. De egyébként lehet, hogy attól ferdébb, hogy most hirtelen nagyobbat fogyasztottam egyébként. Tehát, hogy így ez így is látszik egyébként, ahogy így mennek a vonalak. Lehet, hogy rövid idő alatt több fogyasztás történt, és azért talán. De ez csak egy gondolom, fogalmam sincs. Jó, tehát, hogy megvolt a fogyasztás és a 16 rövid pálca, és most következik a 21, 22, 23. sor, vagyis három sort horgolunk, 17 rövid pálcát. Jó. Visszatérek itt is, hogyha elérkeztem a 23. sor végére. Jó, visszaértem, a 23. sor végén tartunk, azért ellenőrzítjük, mert én már tényleg, tehát a színváltás a 10. sor, a sárga, tehát 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., itt most nekem elég rövid a fonal, úgyhogy ezt most egy kicsit meghúzom, az azt jelenti, hogy az elejét egy kicsit, hogy jó, hogy legyen még itt elég, amíg be nem fejezem a horgolást. Nem kell már új nem akarok új fonalat. És akkor most volt a 23. sor. Most következik egy fogyasztás és 15 rövid pálca. Fogyasztás. 15 rövid pálca. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jó, következik a 25. től a 33. sorig, tehát 7 sort kell most horgolni. Visszatérek majd a végén, illetve még annyit talán még a szerzői jogokról mondanék, hogy az mit jelent? Tehát, hogyha valaki felhasználja az eredeti szerző művét, tehát szeretné felhasználni, akkor egyrészt engedélyt kell kérni. Kettő, ugye nyilván meg kell állapodni a díjazásban, mert hogy elvileg neked nem származhat hasznod abból, ha más művét használod. És akkor itt jön be most az az eset egyébként, amivel majd fogtok találkozni, hogy vannak ezek a mesefigurák, és akkor ugye mindenki meghorgolja, vagy létrehoz ebből egy új alkotást. Egyébként akartam már ügyvéddel beszélni, mert nem vagyok pontosan ezzel a tisztában, hogy ez most feldolgozásnak számít-e, mert hogy a mű feldolgozásához is elvileg engedélyt kell kérni. Kérnek én szívesen, csak nem tudom, hát azért kint Amerikában, hogy ezt hogy tudom megkérni, azt nem tudom. És egyébként a szerzői jogok pedig lejárnak egy idő után. Van, ahol 70 év, nem tudom Magyarországon ez hogy van, de elvileg, hogy, és akkor ez azt jelenti, hogy ha mondjuk egy Baby Yoda-t is, ugye, vagy nem tudom, bármilyen figurát, ugye, ha azért ingyenes a minta, hogy nekem abból elvileg bevételem ne származzon, mert hogy a jog szerint, ugye, az eredeti alkotót illeti meg minden bevétel. Na most, mivel ez egy feldolgozott mű, azért ez egy kicsit komplikáltabb itt a dolog, de fogjátok majd látni, hogy egyébként egyszerűen is meg mindenhol fogtok találkozni mintákkal, ez nem biztos, hogy jogszerű. De mondom, még ez ügyben majd ügyvéddel beszélnem kell, mert akartam már beszélni, csak még nem sikerült, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem lehet ez ügyben. Tehát, hogy ez egy feldolgozás, hogy ezt mennyire veszik szigorúan, vagy nem. Azt nem tudom, tehát hogy ez pontosan hogy is működik, ez számomra a törvényből nem derült ki egyértelműen. Az biztos, hogyha valamit csak azért vesznek meg, mert az egy közkedvelt mesefigura, akkor
és ezért nem lehet árulni a, például a kész mintákat, például a bogyó és a babócát, ha meghorgolod, meghorgolhatod magadnak, de nem árulhatod a kész terméket. Most attól függetlenül, hogy ezt persze sokan nem veszik figyelembe, és akár mintát is vásárolhatsz, egyrészt ott nem tudod, hogy megkérték-e az engedélyt, mert lehet, hogy megkérték az engedélyt a tervezőtől, és ő valóban feldolgozhatta azt a művet, és árulhatja is. De hogyha meg nem úgy volt, ugye attól, hogy egy csomóan csalnak, vagy lopnak, vagy nem tudom, az nem jelenti azt, hogy azt lehet. Tehát az nem kifogás, hogy más is ezt csinálja. Ez nem mentesít a büntetés alól, ha esetleg valami ilyesmi történik, hogy mondjuk te eladod egy jogvédett mintát, latsz, vagy az abból készült figurát, amit nem lehetne, és mondjuk eladod, akkor ugye nyilván a büntetés az a tiéd lesz, és nem a sok másiké, aki szintén csinálja. Tehát ez ilyen egyszerű. Nem árt, tehát hogy tényleg azért mondtam el ezeket, hogy kezdőként ezekkel biztos, hogy valószínű, hogy nem vagytok tisztában, én sem voltam tisztában. És közben tájékozottam, vagy közben derültek ki ezek a dolgok, és gondoltam, hogy a kezdő horgolóként fontos, hogy ezekről egy kicsit tudjatok ti is. Jó, és ugye megnézem, hogy hol tartok. Hát csak itt horgolok, aztán nyilván nem nézem se a sorokat, se a szemszámokat. És egyébként, hogyha már egy kicsit ügyes vagy, akkor persze film közben is fogsz tudni horgolni, meg feliratos az elején még nehezebb, de most se lehetetlen. Tehát akkor nézzük meg, ott tartottunk, hogy mert főleg, hogy amikor egyeneseket horgol az ember, és nem kell annyira figyelni a mintára, akkor ugye lehet közben mást is csinálni. Tehát 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Igen, még kell négy sor, akkor visszajövök a 33. sor végén. Jó. Jó, visszajöttem, a 33. sor végén vagyok. Láthatjátok, hogy ennyire el tud ferdülni egyébként ez a jelölő, de ez nem számít. Na most mit mondtam ugye a korábban a kezeknél, hogy úgy fogjuk összehorgolni, hogy ez a kis ugrás, színváltásos rész, azért nyilván nem szeretnénk, ha előre kerülne, tehát hogy kerüljön az élére. Jó, tehát, sőt, ha azt mondom, hogy az élére, de még inkább egy szemmel forduljon hátra, jó? Hát akkor azt fogjuk látni, hogy itt nekünk még kell egy pár szemet horgolni ahhoz, hogy én ezt így előről össze tudjam majd horgolni. Tehát, ugye még egyszer, itt van ez a színváltásos rész, ugye? És hogyha így ide lerakom, meg így lerakom, akkor tulajdonképpen látjátok, hogy innen is szép, meg innen is szép, mert hogy belülre került, a két láb meg majdnem össze is ér. Nem pont ér össze, de eléggé közel van egymáshoz. Tehát akkor itt most jelen esetben nekem ennyi szem jön ki, de lehet, hogy neked nem ennyi fog. Annyit horgoljál, hogyha így félbehajtva. 2, 3, 4, 5, 6, 7, jó, tehát hogyha te így félbehajtod, akkor neked is akár előről, akár hátulról szép legyen a láb. Jó, és akkor most következik az összehorgolás, mert itt 16 szem volt, tehát 8 rövid pálcával fogjuk összehorgolni, tehát beleöltjük ebbe, meg ugye a következőbe, ami itt a szem mellett van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-at van, amikor ugye ez az utolsó szem, és akkor csak így innen tudjuk. Jó? Megvan a 8 darab. Elvágjuk, nem kell túl hosszút hagyni, mert ugye ezt is belehorgoljuk majd a testbe. Jó, és akkor megigazítjuk szépen ezeket a... Jó, és akkor ezt a jelölőt, hát most benne hagyom, de majd a végén ki fogjuk húzni. Mi a különbség a kettő között? Az egyik egy pici hosszabb, tehát a kéz és a láb között,
és az egyik ugye nagyobb. Erre már nagyon kell figyelni, hogyha bele akarjuk horgolni a testbe, hogy ne keverjük össze a kezet meg a lábat, jó? Na, akkor jövök vissza a test horgolásával. Sziasztok!